Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és hát egy érdekesebb videót hoztam el nektek, mivel ma megnézzük, hogy hogyan lehet kiszedni a 107-es Larsont ingyen. Igen, ingyen ki lehet szedni, ahogy én utána néztem a dolgoknak, csak gyűjtöketni kell hozzá a játékosokat. Elég stabil csatárnak tűnik, jóforma traitjai vannak, nyilván vannak most már nála jobb szintű csatárok, de Főleg, hogyha kezdő vagy, és viszed rendszeresen a mostani eventet, akkor ez a csatár jó opció lehet. Én is rágondoltam Müller cseréjeként a csapatomba. Hozzá, hogy láthassátok, 3 darab 100 plusz National Hero event játékos kell, és nem mellesleg 15-95 pluszos. Úgyhogy azt el lehet mondani, hogy nem a legegyszerűbb őt kiszedni, de ingyenesen ez szerintem teljes mértékben lehetséges főleg úgy, hogy még körülbelül 8-7 nap van az eventből. És a legjobb játékos forrás az maga az Round the World szekciója lenne az eventnek. Én itt félretartalékoltam szépen a tokenjeimet, és szerintem ma utolsó előtti nap el is fogok költeni belőle néhányat, hogy legyenek játékosaim. Persze nem az egész tokenemet tervezem elkölteni, hanem hagynék belőle csütörtök utánra is, mert ugye akkor fog reszettelődni ez a kerék és bizony itt be lehet azért játékosokból szépen gyűjtögetni, ehhez nincsen más dolgotok, mint hogy az eventet tényleg rendszeresen vigyétek, vannak olyan szekciói az eventnek, amelyek egy kicsit unalmasabbak, például azok a nemzetközi mérkőzések, Bizony ott nem a legizgalmasabb végigvinni az egész menetet, de megéri, mivel kapunk játékosokat, kapunk tokeneket, és ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy kigyűjjön a három darab százas játékos, és a 95 pluszos szekcióját is meg tudjuk csinálni az exchange-nek. Úgyhogy ezeket tényleg érdemes vinni, még van 7 nap, és aki úgymond lemaradott idáig az eventbe, azt se kell csüggedjen, mert a marketről is lehet venni, ahogy láttam játékosokat, úgyhogy igazából senki nincsen lemaradva, de hogyha a lehető legolcsóbban szeretnétek megúszni ezt az exchange-et, vagy akár ingyen, ahogy a videó címében is elhangzott, akkor tényleg az eventet kell maximalizálni, láthassátok a mérföldköveknél is lehet vörtökeneket kapni, úgyhogy tényleg itt csak maximalizálni kell az eventet, és konkrétan ennyi itt érdekességképpen egy szalai áldalmat lehet kiszedni, akinek sajnos 3 per 5 a vígfutja és statisztikákban is azért eléggé elmaradott, de talán érdekességként ki fogjuk majd a jövőben szedni. És hát itt amúgy őszintén meg szeretném mondani nektek, hogy én az eventet sajnálatos módon nem tudtam elég rendszeresen vinni. Érdekességképpen nem csak az exchange-ből lehetne 107 plusz játékosokat kiszedni, hanem a mérföldkövekből is. És hát itt annyi a kritérium, hogy 150 pontot kell kigyűjteni és elkölteni, és ugye ezek a mérföldkövek minden héten reszetelődnek, ezért én az utolsó hétre tartogatom a pontokat, tehát csütörtöktől fogom elkölteni, és majd onnantól tovább pedig talán ki fogok tudni szedni, hogyha minden rendszeresen viszek egy 100 7 plusz játékost, ahogy látta van esélyünk Prime ikonra is. Na de most nézzük meg a marketet, hogy, hogyha netán lennétek maradva, akkor milyen árba tudnátok beszerezni játékosokat. Nyilván nincsen szükségünk egy kiéz a szintű játékosra, mert az exchange ben a kritérium 100 pluszos játékosokról szól, tehát megnézzük, hogy melyik a legolcsóbb százas játékos. És melyikből van a legtöbb kínálat, mert Spinazzolából nem volt elég sok, de Zinából 999 plusz van a marketen, úgyhogy belőle jó nyugodtan be lehet vásárolni, mert az áron el fog emelkedni. És hát a 95 pluszosok is másfél millió felett vannak, ami azért eléggé nagy ár, de. Én nagyon bízok benne, hogy itt mindenféle mérföldkőből lehet 90 plusz játékost kapni, és azokból remélhetőleg fog dobni 95 pluszosat is, és nagyon bízom benne, hogy szinte nulla vásárlással fogom tudni teljesíteni az exchange-et, majd amúgy is lesz róla videó a jövőben az indulás a nulláról sorozat keretein belül. Itt az Round the World szekciónál a legkisebb játékos 93-as, ami azért eléggé biztató, hogy 95 plusz játékosra nagyobb úgymond az esély a drop rate. Úgyhogy én ebbe bízok, hogy itt be lehet szerezni jócskán 95 pluszos játékosból, és ott Müller helyére tökéletesen beférne nekem Larson, aki nem mellesleg 7 overratinggel nagyobb is nála, úgyhogy lássuk. Röviden ennyire szerettem volna felhívni a figyelmeteket, mert a csapatértékelős videókból és a képekből, amit küldtetek nekem Instagramra, azt látom, hogy jó néhányotoknak szüksége lenne egy jó csatára, és most, hogy itt van az alkalom, ki lehet használni, tényleg csak annyi a dolgotok, hogy az eventet maximalizáljátok, gyűjtsétek a pontokat, tokeneket és a játékosokat is nem mellesleg, úgyhogy használjátok ki ezt az alkalmat. És majd találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok!